Sziasztok, ez itt a Dragon Ball Z Super Sonic Warriors, de a GBN az egyik kedvenc játékom, hogyha nem a kedvenc, pont. És az egyik kedvenc Dragon Ball Z témájú játékom, és az azért van, mert nagyon kevés játék van, ami hitelesen meg tudja fogni a Dragon Ball Z-nek a harci stílusát. És ez azért van, mert annak idején ugye a Dragon Ball, még az alapsorozat, ez olyan viszonylag harcművészeti, lassú, akármi volt, igazából egy követhető dolog volt. Viszont a Dragon Ball Z, az Z az már ugye átment ebbe a követhetetlen, iszonyatosan látványos stílusba, ami igazából egy óriási nagy hype volt, látványos hype volt még annak ellenére is, hogy a karakterek gyakran csak úgy hát próbálom követni a szememmel, de nem látom az ütéseket, rugásokat, mert ezek akkora zora a harcosok. Na már most ezt a fajta stílust ugye vizuálisan visszaadni egy videójátékban elég nehéz. Valahogy úgy kell kitekerni a dolgot, hogy élvezhető és irányítható legyen. Na már most ugye a Super Sonic Warriors megoldotta ezt a problémát, a PS2-n, a Budokai Tenkaichi sorozat és későbbi platformokon is ugye ez a sorozat megoldotta ezt a problémát. Illetve volt egy SNES-es kalandjáték, aminek azt hiszem nem is volt igazi angol címe, hivatalos angol címe, mert azt a játékot modolással fordították le egy japán exkluzív verzióból. És az, mondom, az iszonyatosan lassú volt, ráadásul kártya alapú valami volt, mégis a vizuális megjelenítése az valahogy egy kicsit megtudta ugye az ember győzni arról, hogy igen, ez Dragon Ball Z típusú harc akar lenni. Ugye pedig csak egy pár elemet vett át igazából az egészből. Na de nem ezekről van szó, a Super Sonic Warriors-ról van szó, szóval nézzük meg, hogy mit nyújtanak, hogy a főképernyőnek az opciói, ugye mindenféle választható játéktípus van itt, illetve opciók, amiket nem fogok megmutatni igazából, mert az opciókban ugye be akartam állítani korábbi felvételeknél azt, hogy nehezebb legyen a játék, mert ez a játék nem egy nagyon nehéz játék. Ugye van egy normál, de úgy tűnik, hogy a normál fölötti akármiket ezeket meg kell nyitni, ugye unlockolni kell valamilyen oknál fogva. Egyébként nagyon sok eleme van ennek a játéknak, amit ugye el kell érni az unlockját. Na tehát, viszont van ugye alapjáratban egy pár ugye olyan karakterünk, amivel tudunk ugye story módban játszani. A story módnak van a legtöbb értelme igazából az egészben. A legtöbb karakter, ami most látható, azok ugye követik az alap DBZ sztorit. De azok, amik itt most le vannak zárva, azok mind metasztorik. Majdnem mind metasztorik legalábbis. Szóval egyelőre most játszunk csak egy szimpla Goku sztorit. Na már most ugye a játékban nincsen benne az összes karakter, ezért van az, hogy itt az első küldetésünk az nem a Raditz ellen fog ugye játszódni, mint ahogy a történetben benne van, hogy Raditz elrabolt a Gohant és Goku elment ugye kiszabadítani a fiát, hanem még jóval ugye azután van, hogy őt szépen megölték, aztán visszajött a túlvilágról, és itt vagyunk gyakorlatilag azon a ponton, amikor már a Vegetával kell küzdenie. Na már most az egy tök egyszerű küzdelem lesz, annyit kell csinálni. Ugye ebben a
harci játékban, nem úgy, mint a Street Fighter típusú harci játékokban. Itt elég szabadon lehet vertikálisan közlekedni, szóval lehet repülni. Gyakorlatilag az egész játék ugye a repülésre épült. És ez az, ami alapvetően nekem nagyon tetszett annak idején, amikor felfedeztem ezt a játékot, mert ugye nem az a konvencionális harci játék. És igazság szerint ugye voltak mindig is olyan DBZ játékok, amik inkább ezt a konvencionális vonalat követték, és nekem azok soha nem tetszettek. Ez viszont valamennyire le van leegyszerűsített ugye játékmenettel történik ez a játék, vagy leegyszerűsített irányítással történik ez a játék, hogyha pontosabb akarok lenni. Ugye az egész arra szól, hogy vannak kisebb és ugye az egyik akciógomb az egy kis ütés, a másik az nagy ütés, és a kis ütéssel azt kell elérni, hogy az ellenfelemnek ugye a szívóságát azt úgy le kell szalítani. Szóval van egy állapotjelző odafönt. Egy kis történet, amit szépen átugrunk. Nem fogok narrálni. Most onnan megbolygón vagyunk. A Ginyu és a Freeza ellen fogunk küzdeni, szóval az összes ugye Dodoria meg Zarbon témákat, azokat így kihagyjuk és megyünk a fináléra. Nagyjából egyébként az összes nagy Dragon Ball Z szagánál úgy vagyunk, hogy eljutunk a szagának a fináléjához, és igazából azt a küzdelmet játsszuk végig, és nem foglalkozunk ugye ezekkel az átmeneti kis harcokkal. Na szóval, folytatva az irányításról, ugye a szövegelést. Ugye kisütések, nagyütések, a kisütéssel próbálom ugye minél intenzívebben kifárasztani az ellenfelet, és ott az állapotjelző, hogyha az valamelyik oldalra kitér, emiatt az intenzív támadás sorozat miatt, akkor az illető ugye azon az oldalon elájul. És igen, például itt. Ugye megy az állapotjelző a Ginyunak a életcsíkja felé, és hogyha a szélére ér, akkor gyakorlatilag szabad prédává válik. És miközben ütöm a Ginyut, aközben még ez a százalékos jelzőm is emelkedik, ami azért jó, mert az én ki energiám gyakorlatilag. Ájjaj, és ezt a figurát sikerült kinyírnom, most oké. Szegény Ginyu nem alkalmazhatta fantasztikus ugye testcserés támadását. Ja, viszont a Freeza eléggé jól elkapott még így az első támadásával. Ugye a ki azért jó, mert hogyha ebből a nagy ki charge módba megyek bele, akkor ugye a kisütéssel tudok ilyen kis tűzlabdákat küldeni felé, energialabdákat. Például ilyet. Ez egy nagy, oké. Okay. Jó, kisütéssel tudok ilyeneket, de tucatjával. Vagy egy nagyot, némi neki készülése, ugye tarthatom röviden vagy hosszan, és attól függően ugye egy sárgát dobhatok, ami kevésbé intenzív, vagy tarthatom hosszabban, és akkor egy sokkal intenzívebbe tudok dobni. Ugye, és van egy olyan támadás ugye minden karakternek, amelyik ugye kombinálva ugye ezt a vágombot, amivel töltöm a kímet, és a kisütés, nagyütést, ennek a három gombnak az együttes lenyomásával tudok egy óriási nagy ilyen kamehameha szintű támadást intézni az ellenfelem ellen. Na most most Super Saiyajin-ek lettünk. Egy a kettő ellen. Igazából ez a két Freeza is csak ugye szimbolikus, hogy ő kettőnek számít valamiért. Hát ő most nem akkora arc, mint én, ezért kettőnek kell lennie.
Ugye ez a mi nagy támadásunk, ugye a Kamehameha 50%-os minimum ugye ki kell hozzá, és ahhoz, hogy még egy ennél is nagyobb támadást el tudjunk intézni, ahhoz arra van szükség, hogy még pluszban egy irányt nyomjuk, vagy egy bizonyos pozícióban álljunk. Például itt volt ez a... Itt volt ez a pozíció, hogy ha egy kicsit ugye fentről dobjuk, akkor nem Kamehamehát fogjuk csinálni, hanem ezt az akármit. Nagy golyó. Érdemes egyébként, hogyha nagyon a szélén van ugye ez a mutató, akkor egy nagy ütéssel vagy nagy rugással képesek vagyunk ugye kiütni az ellenfelünkét, és az a legfontosabb, mert akkor ugye a legsebezhetőbb, akkor bele lehet lőni egy kamehamehát, vagy agyba főbe lehet rugdosni igazából, és az a legviccesebb, amikor egyébként össze-vissza rugdosa az ember, mert hogyha jókor találja el az ellenfelet, ugye az ember ilyenkor, amikor az lent van, akkor, amikor ugye az állapotjelző az megy a közép felé, és már nagyon a közepénél van, hogyha akkor találjuk el egy nagy ütéssel, nagy rugással, akkor még neki is vágjuk valamiféle tereptárgynak, valami sziklának, vagy ilyesminek. Szóval az még külön egy fájdalmas ütés. Na, most szépen úgy minden komolyabb erőfeszítés nélkül ugye Freezet megakadályoztuk, hogy a Namek bolygót elpusztítsa. Vagy nem akadályoztuk meg. Igazából nem tudom, mert ugye nem olvastam el ezt a szörnyűséget. Valószínűleg nem akadályoztuk meg a sztori szerint. Igen, mert ez nem meta. Így szépen feltöltöttük az energiáinkat. Így! És Trunks szépen becsúszott. Á, ne! Ne! Ó, bassza meg! Á, fantasztikus. Akkor nyomatunk egy kamehamehát. Ugye, hogyha 100%-on vagyunk, akkor egy kicsit intenzívebb a kamehamehánk. Vagy akármi, ami ugye a legnagyobb támadásnak, kitámadásnak minősül ilyenkor. Igen, ezt jól elvesztettük. Igen, és újra kezdjük. Mert ennek elvileg könnyűnek kéne lennie, csak ugye pofázás közben. Ugye van ilyen közeli lefogó támadás, ezt igazából nem tudtam rájönni, hogy igen, ez az. Na, erről beszéltem. Nem, pedig meg akartam mutatni, na mindegy. Pont az utolsó ütést vétettem el. Igen. Nem rossz. Nem figyelek. Ajaj. Szegénynek megsütöttem az arcát. De az ilyenek miatt szerettem ezt a játékot annak idején. Trunks. Istenem. De nem bírtam ezt a karaktert annak idején. Ugye én vagyok azok között, a 30-asok között, akik még annak idején rohantak haza megnézni a Dragon Ball Z-et. Ugye csak később tudtam meg, hogy ezt a... vagyis feltételezem, igazából nem vagyok benne tökéletesen biztos, de azt hiszem, egy ilyen francia cenzúrázott verziót néztünk, ami egyáltalán még csak közelébe sem ért ugye az eredetinek. És azt tiltották be, vagy vették le a műsorról igazából valahol a Cell Sagának az elején, vagy valami ilyesmi.
És akkor volt ugye azért a pubertáskori anyázás, hogy azt nem lehet, vagy valami ilyesmi. De ugye később megnéztem ezt a sorozatot elejétől végig, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Kicsit bele is untam, szóval sokan nagyon ragaszkodnak ehhez a rajzfilmhez, hogy igen, ez volt a non plus ultrája a rajzfilmnek, ugye a 90-es éveknek a végén, mert ugye nálunk akkor adták. De igazából, hogyha az ember megnézi ugye kétszer, háromszor, négyszer, akkor igazából bele lehet unni a hülyeségekbe, például, hogyha időközben mást is néz az ember, akkor azt mondja, hogy ez a történet baromság. Ez a történet teljesen inkonzekvens, teljesen... Szóval mi a francról szól ez a történet egyáltalán, mert semmi sem változik. Ugye ott van mindig a Goku, aki lever mindent, ő a főzorral az egész rajzfilmben, és semmi nem változik. A Krillin marad mindig az a karakter, akit agybafőbe vernek, és aztán mégiscsak ő a legerősebb ember ugye a világon, mert ugye a többiek mind idegenek, robotok vagy akármi. Ugye szerencsére ő az egyetlen prosztó ember, aki ugye valamiféle ellenállást tud tanúsítani. Aztán közben ott van a Tenshinhan, aki szerintem a legjobb jelenete a Tenshinhannak van, és szerintem a legerősebb ugye megnyilvánulása neki van. És mégis a Krillinre mondják azt, hogy ugye ő a legerősebb, szóval teljesen zagyva baromság az egész, nem is beszélve, hogy a Krillin csak azért létezik, hogy elbasszon dolgokat. Szerintem ugye így felnőtt emberi gondolkodással szerintem a Krillinnek, hogyha már egy jó sztorit akarunk kihozni a Dragon Ballból, akkor a Krillint egyszerűen hagyni kellett volna meghalni. A Namekon. Azt mondja a Frieza, hogy jó van, hát akkor kinyírom a Krillint, és akkor az egy ilyen... gyakorlatilag az átlépő, az a bevezetés a Saiyajin korszakba, a szuper csillagharcos korszakba, hogy ha igen, ugye Goku azt mondja, hogy megölted a legjobb barátomat, meg minden, és akkor és ez abból a felismerésből ugye származna, hogy Krillin a büdös életben nem fog feltámadni. Szóval lenne valami ugye valami értéke Krillin halálának, lenne valami ugye valósabb tragédia értéke annak, hogy meghalt, és de nem, szóval a halál ebben a rajzfilmben csak egy olcsó piaci mutatvány, és nekem így felnőtt fejjel elég nehéz ezt felfognom, hogy ez miért volt jó. Jó, hát szeretik ezeket a karaktereket, meg minden, de én pontosan miatt a rajzfilm miatt utálom, hogyha feltámasztanak karaktereket. Egyszerűen nem bírom. Nekem elég volt ugye a Dallasban, amikor a Bobbyt feltámasztották, az nekem az a hülyeségnek a maximuma volt. Ugye, nem tudom, legyártottak X tucat, nem is tudom hány részt abból a szarból is, ugye a Bobby nélkül, aztán a végén rájöttek, hogy csak álom volt az egész, csak egy hülyeség volt igazából. Felejtsétek el az epizódokat, meg minden. Inkonzekvens baromság. Szerintem. És ez a legnagyobb szívás, ugye ezt az egész, ugye... és ez az a szar, hogy a Shenlong köré épül, ugye a sárkány köré, amelyik feltámasztja az embereket, a köré épül ez az egész
ez az egész Dragon Ball téma ennyire egy ilyen központi dolog benne a feltámadás, és ez teszi tönkre az egész rajzfilmet. Szerintem, szóval mondom, emberek, akik ugye hasonló korúak velem és nagyon szeretik ezt a rajzfilmet, azok azt mondják, hogy ah igen, ez mekkora egy rajzfilm volt, de ahogy az ember öregszik, ugye, és még mindig kedveli ezt a sorozatot, nem tudom, néha kicsit felnőtt fejjel úgy gondolja, hogy ez totál értelmetlen. Nem az, hogy gyerekeknek való, mert hát gyerekeknek való. Minden felnőtt valahol egy kicsit gyerek, de... Nem tudom, emiatt egy kicsit fárasztó ez az egész Dragon Ball franchise. Főleg miután megcsináltak ugye a Kai sorozatot, még rádobnak egy lapáttal. A Dragon Ball Superrel. És ami a szar a Dragon Ball Superben, hogyha az ember elkezdi nézegetni azt a sorozatot, úgy csak úgy kíváncsiságból, miután már ugye megfogalmazott a fejemben az, hogy igazából ez az egész egy bugyuta baromság. Ugye, miután ez megfogalmazott a fejemben, ugye, csak kíváncsiságból ránézek, hogy milyen. És csak azt látom, hogy ugyanaz a fasz tápolás megy még mindig, és az embernek rá kell jönni, hogy a búszaga után, már a búszaga is idegesítő volt. Ugye, pardon. Mert a búszaga is valahol idegesítő volt, hogy mikor lesz ennek a szarnak már vége. És akkor igazából folytatják azzal, hogy jó van, most jön a hogy hívják, az Isten császár, és akkor azzal kell verekedni, mi változott megint, mi változott az egészben. Semmi. De nem ez a legrosszabb. A legrosszabb az, hogy én láttam két ugye ilyen külön egész estés filmverzióban ennek a Dragon Ball Supernek az eseményeit, és azok a filmek egyébként jók, hogy úgy viszonylag jók. Nem is tudom. A sztori a Beerus-szal, amikor egy ilyen, nem tudom, ilyen pikniket csesz szét ez a hadisten, az még olyan viszonylag jó volt. Sőt szerintem a Vegeta-nak az volt a legjobb jelenete, ami abban van benne, hogyha nem számítjuk a Majin Vegeta haláltusát, mert az szerintem zseniális. Még zseniálisabb lett volna, hogyha hagyták volna azt a karaktert is meghalni. Oké. Okay. Jó, megint tovább. Egyenlettel később. Igen. Ugye erről beszéltem, a Goku versus Majin Vegeta. Ugye ott van a homlokán az M jelzés, a bilog. Ájjajjajjajj. Na, nem történt semmi. Szóval az volt abban az egész estésben. Ugye jól tudom, azt mozikban is adták, vagy csak direkt videóra jött ki, már nem tudom. Abban volt az, amikor a Beerus egy csapással így
így, az a, így a Bulmát félre lökte is ugye ez a Vegeta-nak a felesége, és azt mondja, nem, az a te rohadék, és az volt a leg szerintem szebb megnyilvánulása ennek a teljesen rideg és teljesen harcközpontú karakternek. Amikor végre ennek van valami emberi oldala is ennek a fasz állatnak. Ami mondjuk megmutatkozott akkor is, amikor amikor Majinként meghalt, de akkor is megmutatkozott, és ezt szerintem el fogom veszíteni. Ajjaj. Akkor is megmutatkozott, amikor ugye a Majin Buu szaga végén végre elismerte, hogy ő csak második. Végre elfogadta, hogy a Goku az egy zseniális harcos, akivel ugye ő nem tud mit kezdeni. Se rövid, se hosszú távon, szóval az egy jó zárása volt a sorozatnak, hogyha más nem is. Igen, folytatjuk. Ez se egy nehéz karakter, csak pofázok. A poénja ennek a játéknak, hogy egyébként csak a küzdésnek az intenzitásán kell változtatni ahhoz, hogy nyerjünk. Ajaj. Szóval nekem a búszaga után az egész történet lezárult, és hogyha nem is a legjobb módon, ugye az vicces volt, hogy a Mr. Satan volt az, aki megmentette a világot. Az egy kiváló hülyeség volt a végére. Amikor elismerik ugye a kis embernek a szerepét az egész nagy történetben. Ugye ott volt a Herkules vagy Mr. Satan, aki végül rávette, ugye a hírneve miatt rá tudta venni a világot arra, hogy adjanak energiát így az utolsó Genki-damába, meg ilyesmi. Hú, bassza meg ezt a Majin Vegeta-t intenzíven el kell kalapálnom, azt hiszem. Mondjuk ez kezdésnek nem rossz. Rögtön offenzíva. Lehet, hogy egy kicsit kevésbé vadállat módon, és egy kicsit kimértebben kellene. Igen. Ezt nem tudom, hogyan csináltam, azt hiszem úgy csináltam, hogy fölötte voltam. A pozíciótól függ az ugye, hogy milyen nagy támadásokat lehet kieszközölni. Na. Ez az. Jó, szóval több kamehamehát kellene alkalmaznom, hogy ugye arra kéne koncentrálnom, hogyha feltöltődik a kím, akkor már lőjek is, mert nincs értelme várni. És elégettük ezt az embert is. Szóval a Dragon Ball Superből ugye van
két ilyen egész estés, ilyen nagy film. És azok jók. Az első ilyen film, amire úgy tűnik a sorozat alapszik, vagy lehet, hogy fordítva, az hogy meggyőző. Ugye a második az a Fukatsu no F, nem tudom, hogy van-e valami normális magyar címe. Az angolt pedig nem emlékszem rá. Az eljutunk a totál tápvilágba, ami engem ami nem vonz, hanem pont eltávolította az egész franchise-ot. Nem tudom, hogy a japánok hogyan gondolják azt, hogy azért, mert a Frieza az most aranyformát ölt, attól mondjuk jobb lesz, mint nem tudom, mint bármelyik másik, ugye ilyen alakváltó, ugye hozzá hasonló alakváltókhoz tartozó. Szereplőköz képest. Na, ez azt hiszem az utolsó küzdelem. De eléggé, hogy mondjam, furcsa, hogy úgy gondolták, hogy a Frieza-ból még egyet kihúznak, még egy bőrt lehúznak arra a karakterre. Amikor ott vannak egyébként az OVS karakterek. Én például imádom a Coolert. Mindenki egyébként, hogyha az OVR-ról van szó, akkor a legtöbben a Brolyt kedvelik valamiért. Nem tudom. Azért, mert olyan iszonyatos hegynyi izma van, és totálisan pszichopata. De én a Coolert azt sokkal érdekesebb ellenfélnek tartottam mindig is. Ajjaj. Ez az. Főleg nagyon szerettem, amikor a második megjelenését, azt hiszem az volt a második megjelenés, amikor a Big Getty Starral ugye egyesült, vagy valami ilyesmit csinált, és alkottak egy ilyen android, vagy robot, vagy nem tudom mi a szar hadsereget. Majdnem. Azt szerintem egy egészen nézhető, egy egészen jó rész volt. Á, ne! Talán még azt is el tudom mondani, hogy talán az volt a kedvencem az OVA-k közül. De így most nagyon nehezen... Hát, hogyha nem számítom... Á, igen. Nem emlékszem a karakterre. Ne. Volt egy másik. Volt egy olyan OVA, azt hiszem, amelyik... amelyikben feltámasztották Hitlert. Az is zseniális volt. Az volt a kedvencem, csak nem ismerem, vagy nem emlékszem a... hogy hívják, a fő gonoszra benne, mert az is szerintem egy eléggé... Az egy érdekes téma volt, az már ilyen félig ilyen szürreális karakter volt, akivel küzdeni kellett. És én azért szerettem azt, mert ugye eltért a normától.
Jaj, csak... Tényleg nem emlékszem rá. Ekkora szívást. Ne is említsem egyébként a Dragon Ball GT-t, az egy katasztrófa volt. Az meg egy pont egy rossz példája volt annak, hogy hogyan kéne eltérni. Ugye a Dragon Ball azértől miután ugye az embert felpumpálták mindenféle, ugye hype-al, meg ilyesmivel, hogy mekkora veretős, ugye a veretősek, a harcok a Dragon Ball Z-ben. Jött gyakorlatilag egy sztori, amiben ennek a, nem tudom, a felét sem kellett használni, vagy nem tudták nagyon kifejezni igazából, hogy mennyire erősek az ellenfelek, lehet, hogy erről volt szó. De nem nyugodott le senkit, az az igazság, nem is tartja senki kánonnak. Ájjaj. Azaz, jó van. A fene. De hát annak is egyébként szerintem voltak jó pillanatai, például a Super C17, ha jól emlékszem, így hívták azt a karaktert, az a történetszál, az tetszett nekem, de az összes többi, ez a mászkálunk bolygóról bolygóra tökéletesen értelmetlenül, csak azért, hogy megtaláljunk mindenféle újabb sárkánygömböket, természetesen, ugye visszatérve az alapokhoz, hogy ugye az a fő motiváció, azt nem tudom, nekem egyáltalán nem tetszett. Uha. Ajaj. Egyáltalán nem volt innovatív. Meg hát igazából az egész ugye sorozatot oda akarták adni a Videlnek, ami egyáltalán nem egy izgalmas karakter. Meg a Trunksnak, aki szintén nem, mint mondtam már ugye a picsogásomnak az elején, az, hogy nem igazán kedvelem a Trunks-t, mert egy idióta szerintem a történetben ugye az elején ő volt a Májer gyerek, a kézi, aki félkézzel legyőzte a Frieza-nak ugye a fejlesztett kibernetikus verzióját. Aztán később rá kellett jönni, hogy ez a kölyök csak egy tapasztalatlan kis pöcs. Ugye, aki képtelen felfogni ugye az edzést egyáltalán, hogy hogyan kell normálisan edzeni, ugye, ahogy a Cell szagában benne van. A Cell szaga volt az utolsó normális szaga egyébként, aminek volt némi mondani valója, és szerintem a Cell szagának volt a legjobb fináléja. A legszebben kifejezett személyes katarzis abban volt benne, szerintem még jobb is volt, mint amikor a Goku átalakult, ugye, szuper csillagharcossá. Ugye a Gohannak ez a... kis érzelmes, ugye zenével átítatott katartikus jelenete, az marha jó volt. Jó, azt hiszem, hogy ezt a játékot most... Jaj! Igen. A Kamehameha-kra kellene építenem ezt a játékot, mert a büdös életben nem fogom befejezni ezt a akármit, és nem tudom, már 40 percnél tartok.
Sok minden nem tudok mesélni a Dragon Ballról, mert akármennyire szerettem, igazából most már csak a panaszaimat tudom normálisan megfogalmazni, azt is olyan kicsit döcögősen, és nem tudok semmi másra figyelni, mert néha a Dragon Ball nagyon-nagyon dühít, hogy mi lett belőle igazából. Ugye a gyerekkori szívem kis szerelméből gyakorlatilag hát egy ilyen tucat termék lett igazából. Hogyha később az ember ugye megnéz mindenféle animéket, akkor vagy igazából akármilyen rajzfilmet, akkor lehet látni, hogy ez is csak egy ilyen formula szerint megoldott valami, és az egyetlen pozitív pontja ennek a sorozatnak az, hogy viszonylag egyébként jó karakterek vannak, meg ugye látványos a küzdelem, szóval egyáltalán nem unalmas a küzdelem, csak amikor már ugye a sorozatot elnyújtják úgy, hogy igen. Amikor a sorozatot elnyújtják úgy, hogy csak epizódokat kell gyártani, csak epizódokat, mert szerződésünk van, meg nem tudom mi a szar. És látszik a sorozaton ez a fajta ugye üzleti és szemlélet, akkor igazából nem tudom. Akkor belegondolom, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk normálisan megkonstruálták volna ezt a rajzfilmet. És az ember csak keserű lesz tőle. Na, egyszerre. Ajjaj, ezt is el fogom veszíteni. Hát fantasztikus. Fantasztikus. Nem tudom félreütni ugye ezeket a kis rakétákat. Istenem. Nem pauza. Ilyen nincs. Na, még egyet neki. Volt például egyébként a Buu szagában egy olyan pár epizód, ami csak arról szólt, hogy a Buut kísérgetik egy csiga lépcsőn, hogy ugye időt nyerjenek valami edzéshez, vagy valamilyen szarsághoz. És ez több epizódon keresztül tartott, szóval ezek voltak az ilyenek a bosszantó részek igazából, amikor semmi nem halad sehová. És talán azt a formulát kellene követni, hogy legalább egy ellenfelet mondjuk egy epizódban elintézhetnének, vagy hogyha nagyon fontos az a küzdelem, akkor 2-3 epizód alatt, de elnyújtani úgy, mint az összes Dragon Ball szagának a végét. De van még egy utolsó 100%-os, 110%-os formám. Ó, igen, az egy kicsit bugyuta. Az egyetlen rajzfilm, amiben elfogadtam az, hogy 110%-os forma, meg ilyen szarság, az a Yu Yu Hakusóban volt a Toguro küzdelem. Az egy, hát nem volt egy zseniális küzdelem igazából, az is csak egy tök átlag ilyen formulaszerű dolog volt, de ahhoz a karakterhez ez a fajta ugye technikai ridegség, az nagyon illett.
A Freezához nem nagyon. Ez az. Béka állásból. Na jó van. A Toguru az egy fasz a karakter volt. Ugye megtámadja egy sumo harcos, és azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy mit mondott? Becsülöm a vitézségedet, sumo harcos, bátorságodnak elismeréseképpen most az erőmnek a 40%-át fogom ellened használni. És azt hiszem beleütött egyet, és a csávó az felrobbant, az egy óriási lyuk tátongott a belein. Ennyit a 40%-ról. Az a legalább valahogy demonstrálta azt, hogy ő egy veszélyes figura, de a Dragon Ball-nál elég nehéz ugye demonstrálni azt, hogy ki mennyire veszélyes, mert ugye az elején megalapozták azt, hogy a Vegeta az valahogy képes ugye a saját kis erejével felrobbantani egy bolygót. Ezt mindenki elfelejtette a vége felé, hogy igazából a Freezának nem egy olyan óriási képessége az, hogy egy Namekot fel tud robbantani, hogyha a Vegeta fel tud egy bolygót robbantani. És ezt később persze megpróbáltam úgy kimagyarázni, hogy jó, hát az a bolygó, amit a Vegeta felrobbantott, az valószínűleg egy kisebb tömegű valami volt, valamilyen bolygó törpéknek, egy törpe civilizációnak, ugye valami csótányok voltak azon az első bolygón, ahol ő meg a Nappa okozott némi problémát. Igen, Kamehameha, azaz. És most kezdjük el töltögetni. Szerintem ez a konfrontáció elég hülyeség. Jaj! Nem. Ez az, amit nem akartam. Na mindegy. Még egyszer. Jó van. Azt hiszem tényleg erre fogom építeni a stratégiámat, mert eléggé szar helyzetben vagyok. Ó, a franc, mi volt ez? Na, ez jó lesz. Így né. A fene. Nem gondoltam, hogy ennyit fogok szenvedni ezzel. Ez az. Még egyszer. Jó, azt hiszem ki fogom használni ugye a mesterséges intelligenciának ugye a bugyutaságát, és egyszerűen csak addig fogom lőni ezekkel a szuper támadásokkal, amíg teljesen le nem darálom az életerejét. Most vagyunk egálban. Ájjaj, már is elkerült. Igen. Még egyszer. Ez az. Jó van, örülök, hogy belecsúsztál. Hoppá! Jó van, akkor most még egyszer tőlem egyet. Ezért egyszerű egyébként a normál, mert igazából a mesterséges intelligencia az nagyon nem elég ahhoz, hogy a gép tudjon győzni. Egyszerűen ilyen nagyon, hogy mondjam, nagyon tulak trükkökkel el lehet érni azt, hogy győzzünk. Csak az ember, ugye, hát nem ilyen, ilyen elegánsabban akarok nyerni. És elértünk a végére, uramisten! Igen, és akkor egy Genki Damát. Legyen szíves Goku rádobni az ellenfélre. Ezt nem tudom kikerülni, ezt a magyarázó részt csak át tudom. Kicsit fel tudom gyorsítani. Ezeket a hülye hangokat
egyébként, amiket ezekben az átvezető részekben szoktak adni a karakterek. Kukakaká! És akkor meghal. Ez a búnak a végzete. Kicsit sajnálom, hogy ugye egy csomó karakter, meg egy csomó forma nincsen benne ebben a játékban, például a Frieza-nak az összes érdekes kis formája nincsen benne, ugye a mini Frieza, meg a kedvencem, egyébként a kedvencem a második alakja a Frieza-nak. Az nincsen benne. Azt én annyira komálom, annyira, de totál ineffektív, igazából csak egy nagyobb formája az ennek a mini Frieza-nak, de valahogy nekem nagyon tetszik. Meg ugye ott van egy kicsit xenomorfos formája. Meg hiányzik ebből a Majin Buu-nak a kövér Buu formája. Egy csomó hiányzik, aminek igazából nem kéne, szerintem. De hát valószínűleg ugye tárhely szegénység miatt nem akarnak ezzel foglalkozni ugye a fejlesztők. És az az igazság, hogy van PS2-s Budokai Tenkaichi, amit korábban említettem. És hogyha mindenféleképpen ugye olyan játékkal az ember játszani, amiben benne van az összes karakter, akkor azt kell megnézni, mert ez az ugye most már valószínűleg benne van az a szuper generációnak, ugye a karakterei azok, meg a formái azok is benne vannak. Azt mindenféleképpen hát rá kell vetnem egy pillantást, hogyha lehet, akkor azt megcsinálnám. Meg van egy játék egyébként, a Dragon Ball Xenoverse. És egyszer volt szerencsém úgy kipróbálni azt a játékot, és szerintem az kurva jó. Kicsit kevésbé komplex, mint a Budokai Tenkaichi, de szerintem egy marha jó játék, amitben egyébként saját harcost építhetünk. És ugye alakíthatjuk úgymond a saját kis fantázia karakterünket a Dragon Ball világában, és úgyhogy még el is tudják magyarázni ilyen érthető módon, olyan valahogy, szóval bele tudnak minket illeszteni abba a világba valamilyen, ugye valamilyen logika szerint, ugye az egy ilyen időutazásos alaptémájú Dragon Ball játék. Szerintem kurva jó, és mindenféleképpen meg kell nézni, mert látványos is, és hát gyakorlatilag a PC-n az az egyetlen normális Dragon Ball Z és Z és Super és Z és Plus témájú játék, szóval azt mindenféleképpen meg kell nézni. És igen, elértünk itt a credits-hez, miután ezt ugye nem nyomkodtam át. Ugye minden egyes story mód végén ezt szépen le is pörgetik előttünk. De nem kell megvárni. És kapunk 300 pontot. Na már most ezeket a pontokat el tudjuk költeni. Óriási. Kezdve az emulátor bele szólt a felvételben, na mindegy. Press start. És valahol azt hiszem az options-be lehet venni, igen, van egy ilyen shop. És itt lehet venni különböző, gyakorlatilag unlockolni lehet különböző karakterfázisokat, például a Gohannak a első, második, harmadik szintjét ugye lehet unlockolni. Piccolónak az első, második, harmadik szintjét, hogy mondjuk az nagyon nem látszik, hogy a Krillinnek elég sok karakternek, és az ugye meg fog látszani. Ugye a különböző
mozgásaikon és a mozgásaiknak a hatékonyságán. Szóval, mit vegyünk? Így leköszönésképpen. Hú, valami azért, valami if story-t kéne venni, mert ugye ezek a meta story-k, amiket ugye említettem, hogy Boo, Gotenks, különböző szagákat lehet megnyitni. És itt van a nehézség. Az, ami nekem nagyon kell majd későbbre, de szerintem majd egy másik sztorit fogok lejátszani azelőtt, még mielőtt azt unlockolnám. Szóval, if story. Krillin if story, igen. Én komálom egyébként a Krillint, és ebben az if storyben nem fog meghalni, szóval, sőt, neki kell megmenteni a világot, szóval az nekem tetszik. Akármennyire is szeretem, azért nem tudom megbocsájtani, hogy nem halt meg. Én szeretem a kis embereket. Én mindig a kis embernek drukkolok ezekben a sztorikban, mert igazából ezek a nagy idol karakterek, mint a Goku, egy idő után rohadt unalmassá válnak. Szóval az, hogy ezeknek a karaktereknek az egész élete, ugye a körül forog, hogy tökéletesen értelmetlen harcokban vegyenek részt, amiknek valódi következménye sosincsen, mert mindig van egy sárkány, vagy mindig van egy szenzubab, ami ugye eltörli ugye a korábbi epizódoknak a változásait, szóval minek? Ezek szóljanak inkább a Krillinekről, hogyha már nem halnak meg. Na, azt mondja, hogy Cell, Boo, Gotenks. Ja, tízessük ki a szagákat. Még külön. Ugye azok a, hogy hívják az a szagak, küldetések, azok nem karakterközpontúak, hanem inkább ugye az epizódokat követi, és mindig más karakterekkel kell küzdeni. Na, de mindegy. Visszamegyünk főmenübe, és ezzel búcsúzok. Lehet, hogy később fogok más karakterrel is játszani. Megint az emulátor. És, de egyelőre, like, dislike, komment odalent. Sziasztok!